Advent második hetének hatodik napján, pénteken. Nagy szeretettel köszöntöm a katolikus pont ma adventi ráhangoló sorozatának a tagjait, mindazokat, akik lélekben ezekkel az elmélkedésekkel tudatosan készülnek karácsony örömére a Jézussal való találkozásra. A mai nap az evangéliumot Szent Máté Könyvéből olvassuk. Egy alkalommal így szólt Jézus a néphez. Kihez hasonlítsam ezt a nemzedéket, hasonlít a piacon tanyázó gyermekekhez, akik oda kiáltják pajtásaiknak, furujáztunk, de nem táncoltatok, siránkoztunk, de nem zokogtatok. Eljött János, nem eszik és nem iszik, azt mondják rá, ördöge van. Eljött az emberfia, eszik, iszik, és azt mondják rá, láma falánk és borissa ember, a vámosok és a bűnösök barátja. Az Isten bölcsességét azonban művei igazolták. Ezek az evangélium igény. A mai evangélium hasonlata, tetszik nekem, hiszen a gyermekkor játékainak a világát idézi. A gyermekek két táborra oszlanak, hogy egymást szólítva, egymásnak válaszolva dramatizálják az élet valamelyik jelenetét, jelen esetben a lakodalom és a temetésnek a jelenetét. Mint hogy a gyermekek fantáziája csapongom, kitartásukat pillanatban lehet mérni, ezért egy ilyen tábornak a tagjai előbb-utóbb megunják a játékot, és új szórakozást keresnek. Jézus a játékot szeszélyesen megszakító gyermekek csoportjához hasonlítja azokat, akik nem akarnak személyes kapcsolatba kerülni, vagy személyes kapcsolatba maradni az Istennel, Istennek a küldötteivel. Magyarázatként utal arra az elgondolkodtató tényre, hogy észesen vették az emberek, hogy Isten mennyi jelét adta annak, hogy kapcsolatba akar kerülni velük. Sajnos ez a jelenségem nem idegen a mi korunktól sem, sőt, olykor tőlünk sem. Vagy ami még gyakoribb, bíráljuk, elégedetlenkedünk azzal, amivel az Isten megajándékoz minket. Eljött János, a megváltó követe. Nem voltak megelégedve vele. Azt mondták, nem eszik, nem eszik. Sőt, ráfogták, hogy ördöge van. Most itt van közöttük a megváltó Jézus, és vele sincsenek megelégedve. Azt mondják rólam, a bűnösök barátja, Falánk, Borissa ember. A sok kritikának, a válogatásnak az a vége, hogy óhatatlanul eltévedünk az élet kacskalingos útjain, mert nem a lényegre figyelünk. Egy indián látogatott el New Yorkban az ő barátjához. Sétálni indultak, nehezen viselte az indián a járművek zaját, az utcán hömpölygő tömegnek a moraját. Egyszer csak hirtelen megáll, szinte úgy megtorpanva megragadja a barátjának a vállát, és azt mondja, hallod? Hallod, amit én hallok? Persze, mondja a barátja, hallom az autóknak a dudálását, a buszaknak a, düb a dübörgését, az embereknek a be beszéd foszlányát. Nem, nem, nem ezt, hanem hogy egy tücsök ciripel. Hát az lehetetlenség, mondja a barátja. Biztosan tévedsz, hiszen a belvárosban sajnos már nagyon-nagyon régen nincsenek tücskök. De ha netán mégis, vagy ide tévedett volna, ebben a nagy zajban az ember nem hallaná meg a tücsök ciripelését. És ekkor az indián a házfalán felkúszó vadszőlő leveleit megemeli, és ott lapul egy tücsök. Persze, nektek egyszerűen ki van finomulva a hallásotok, jegyzi meg józanul a barát. Nem érted, miről van szó, jött a válasz az indián részéről. És ekkor kért egy 50 öt, centest amikor megkaptam, a földre ejtette a pénzt. A körülöttük tolongó járók elők közül többen megtorpantak, még azok is, akik néhány lépéssel előbb voltak, mint ők, és kíváncsian keresni kezdték szemükkel a járdán az érmét. Érted már? kérdezte az indiána barátját. Ennek a pénzdarabnak a csörrenése sem hangosabb, mint a tücsöknek a ciripelése a fehér emberek, a fehér embernek a füle mégis ezt hallotta meg. Tudod, az ember mindig azt hallja meg, amire megtanult figyelni. Halkítsam le magamban ma az elégedetlenséget, a panaszkodást, hogy meghallhassam a lényeget, észrevéhessem az ajándékozó Isten. Köszönöm, hogy mai nap is együtt haladhattunk a karácsonyhoz vezető úton. Isten áldja neked, további szép napot, a holnap reggeli viszontlátásra dicsértessék a Jézus Krisztust.